Kőbányán a szépkorúakkal való törődés az év minden napján megmutatkozik, de különös az odafigyelés az idősek világnapján. Ezen alkalomból minden évben hagyományosan a kerületben élő 60 év feletti lakosokat egy színházi előadással köszöntik a Körösi Kulturális Központban. Az előadás előtt Dékovás Robert Antal, Kőbánya polgármestere köszöntötte a szépkorúakat. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Idősek Világnapján, Idősek Világnapi ünnepi programunkon, ahol egy színházi előadással szeretnénk kedveskedni mindazoknak, akik jegyhez jutottak. Minden kőbányai 60 feletti nem tudott jegyhez jutni, mert csak 1000-1100-an férnek be két előadásra a terembe, de akik itt vannak, remélem, hogy nagyon jól fogják érezni a mai napon magukat. Az előző előadás kezdetén is, 11 órakor már indult egy előadásunk, úgy kezdtem látva, tapasztalva azt, hogy sokan milyen nehezen jönnek föl a lépcsőn, vagy akár ha kerekesszékkel közlekednek, vagy mozgásukban erősebben akadályozottak, akkor nehezen jutnak el ide a nézőtérre. És megígértem, alpolgármester kollégáim, akik itt voltak, akkor is itt vannak, most is bólogattak, muszáj megoldanunk, hogy a következő alkalomra legyen valamilyen lift ebben a házban. Úgyhogy... Győr igazgatóról is beszéltünk, erről keresni fogjuk a megoldását, anyagi akadály ennek nem lehet, a műszakit pedig ki kell találni a mérnököknek. Egy kis beszédet tartok a kezemben, ha megengedik, akkor felolvasnám ezt. Tisztelt kőbányai polgárok! Örömmel köszöntöm Önöket Kőbánya szép városában, ahol ma az Idősek Világnapját ünnepeljük. Ez a nap különleges alkalom, hogy méltassuk és köszönetet mondjunk azoknak, akik hosszú évek során hűségben és elkötelezettségben szolgálták közösségünket. Az idősek bölcsességükkel, tapasztalataikkal és emlékeikkel gazdagítják életünket. Ők azok, akik hozzájárultak városunk múltjához és a jelenünkhöz. Az ő történeteik és élettapasztalataik inspirálnak minket, és segítenek megértenünk, honnan jöttünk és merre tartunk. Nem olvasom tovább. Nem tudom, mit gondolnak, ki írta ezt a beszédet. Vajon egy beszédírót kértem meg, hogy írjon nekem egy szöveget a mai alkalomra, vagy én izzadtam és görnyedtem a papír fölött, és vetettem papírra ezeket a sorokat. Szerintem nem találják el egyik sem. Ma 10 óra után egy pár perccel fogtam a számítógépet, és beütöttem egy pár hívószót. Életre hívtam, vagy előhívtam a mesterséges intelligencia programját, és beírtam, hogy Idősek Világnapja, Kőbánya, színházi előadás, és megkértem a programot, hogy írjon egy beszédet. Nem olvastam föl végig, de a beszéd alapvetően megállná a helyét, még ha egy kicsit idegenül hangzik is. És hogy miért is hozom ezt példaként, a mesterséges intelligencia nem magától született. Amögött hosszú évek, évtizedek tudása, élettapasztalata, bölcsessége van, hiszen úgy alkották meg a programot, hogy mindazt, amit korábban mi fölhalmoztunk emberek, azt beletöltötték egy rendszerbe, és ez a rendszer, ez a számítógép most már ebből gondolkodik. Képes szöveget alkotni, segíti majd Önöket abban esetleg, hogyha az unokájuknak verset kell elemezni, akkor nem a nagymama, nagypapa emlékeit hívjuk elő, hogy mit is tanultunk ebből évtizedekkel ezelőtt az iskolában, hanem a mesterséges intelligencia segít. Hogy ez jó vagy nem jó, ezen elgondolkodhatunk, de nyilván a mesterséges intelligencia például a gyógyászatban, gyógyszerkutatásban, rákutatásban, intelligens autók modellezésében támogat, segít minket, tehát nem haszontalan dolog. Az Adi verset elemezzük azért közösen az unokával. No, mindössze azért hoztam ezt a pár gondolatot, hogy igen, az Önök életútja, élettapasztalata, bölcsessége, amiért átsegített minket az elmúlt éveken, ami fölnevelt minket az elmúlt évtizedekben, ez a város, ami az Önök kezeje munkája nyomán épült, mind-mind itt van közöttünk, és itt van benne akár az a tudás is, amit így módon halmoztunk. A mai napra persze megint csak emlékezni fogunk, a színi előadás az kis emlékezést hoz. Visszamegyünk egy olyan korszakba, amelynek mindannyian részesei voltunk az elmúlt évtizedekben. Megnézzük, hogyan is ment egy déli határvidék mentén egy kis faluban a szovjet-magyar barátság téhezben az építőtáborosok élete, és a kor milyen furcsaságokat rejtegetett, vagy akár egy kis groteszk is vittár elénk a közös emlékeinkből, mindezt Neoton slágerek köré építve és azzal fűszerezve. És hát majd meglátjuk a végkifejletet, hogy a
az előző rendszer neveltjei, örökösei mire jutottak a darab végén. Ezt előre nem árulom önöknek el, de kívánom, hogy érezzék jól magukat, szórakozzanak jól a mai délután során, és nagyon boldog idősek világnapi hónapot kívánok önöknek, illetve nem csak idősek világnapi hónapot, hanem legyenek derűsek a hétköznapjaik is, a mindennapjaik is a nyugdíjas idős években. Mi ehhez a Kőbányai Önkormányzat részéről igyekszünk minden segítséget, támogatást megadni. Csak úgy, mint tavaly, idei évben is a Veresegy Színház társulata látogatott a kerületbe, és a Szép nyári nap elnevezésű két felvonásos musicalt adta elő a társulat 21 tagja. Ez egy jukebox musical, ami olyan 30 évvel ezelőtt lett ez a dramaturgia divatossá szert a világon, hogyha azt mondom, hogy a Mamma Mia című film, illetve a musical, is egy ilyen jukebox musical, aminek az a lényeg, hogy van egy együttes, ahol akik nyilván remek együttesről beszélünk, olyan zenekar, ami világhírű, vagy mondjuk helyi szinten, mondjuk Magyarországon nagyon híres. Tulajdonképpen egy darabot írnak hozzá a szerzők, egy prózával kitöltik a dalok közötti réseket, és ebből lesz egy darab itt. Ebben a mi esetünkben azért van egy nagyon ütős sztori. Tulajdonképpen egy Rómeó és Júlia történet, két fiatalnak a története, egy szerelem története, illetve hát a Neoton dalok, amely hát aki abban az időben élt, amikor ezek igazán nagyon nagy slágerek voltak, azt tudja, miről beszélek, de hát mindenki tudja, miről beszélek, hiszen a mai napig a rádiók játsszák ezeket a dalokat. Igazán nem lehet olyan házi buli, ahol nem hangzik fel egy-két Neoton nóta. Tehát, hogy mondjam, milyen szempontból a alapvető funkciója a darabnak maga a szórakoztatás. A Veresegy Színház előadására, mint tavaly, idén is nagy volt az érdeklődés. Annak érdekében, hogy minél több szépkorú részt vehessen a programon, két időpontban is meghirdették a musicalt. A délelőtti és délutáni előadás egyaránt teltház előtt zajlott. Hadd mondjam el, hogy általában elkényeztet minket a közönség, és ez most lehet az én szemből nem annyira elegáns, de általában azért mindenhol vastaps van a végén, és meg hát közben is nagyon sokszor. Úgyhogy örömmel jövünk ide, az Anconai Szerelmesekkel voltunk itt egy éve, az is egy dupla előadás volt, és hát nagy várakozással jöttünk, az első előadáson vagyunk túl most, amikor beszélgetünk, és hát nagyon várjuk a másodikat is, és reméljük, hogy legalább ilyen jó közösségünk lesz. Az egybegyűlt szépkorúak jól láthatóan élvezték az előadást. Az izgalmas musical, a színészek játéka és a Neoton slágerek felcsendülése igazán jó hangulattal töltötte meg a körösi dísztermét. A Richter Gedeon NRT hosszú évek óta népszerűsíti az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést egészségváros programjával. A program keretein belül szűrések, tanácsadások és egészségtudatosságot elősegítő előadások állnak rendelkezésére a lakosságnak teljesen ingyenesen. Az országjáró prevenciós program sorozat most Kőbányára látogatott, és a halom közben várta az érdeklődőket. Számos olyan mozgalom indult, ami a prevenciót támogatja. Millió lépés az iskoládért, idősek gyaloglóklubjait alakítjuk, és Kőbányán minden feltételt meg is teremtünk mindehhez. Tehát a prevenciónak a mozgás része azt gondolom számos feltétellel támogatott, de nagyon köszönjük a Richter Egészségvárosnak a mai programját, hiszen a prevenció egy másik területével találkozhatunk, a szűrésekkel és olyan előadásokkal, amelyek az egészségtudatos életmód elérését támogatják. Bízom benne, hogy nagyon sok kőbányai el fog ma jönni, és az egyén céljai mellett a közösség céljai is meg fognak jelenni. A Bajcsi Kórház számára elérjük a kívánt célt, meg tudják majd vásárolni azt az ultrahang készüléket, ami a szülészeten biztos, hogy nagyon nagy segítség lesz a szakembereknek. Köszönöm, hogy itt vannak, hogy ilyen sokan itt vannak. Azon túl, hogy
részt vesznek a vizsgálatokon, érezzék jól magukat a mai napon, és ami nagyon fontos, ne csak a mai napon, hanem minden nap tegyen mindenki egy nagyon picit az egészségért, mozgással, táplálkozással, egészségtudatossággal. Dr. Révai Róbert, a budapesti Balcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk önökkel, olyan rendezvényen, ami közösségünk egészségének megőrzését, fejlesztését szolgálja. Az egészségtudatos életmód kialakítása egy élettartó utazás, amit már gyermekkorban érdemes elkezdeni. A Richter Egészségváros ezen az úton kínál nekünk értékes segítséget. Világunkban, ahol a stressz és a rohanó életvitel mindenhol jelen van, életbevágóan fontos, hogy tudatosan odafigyeljünk egészségünk megőrzésére. Kardiológusként, a Balcsi Zsilinszky Kórház orvosigazgatójaként és a Magyar Kardiológusok Társaságának tagjaként is el szeretném mondani, hogy mennyire fontos az egészség megőrzés keretén belül a prevenció, és a mai napon, amit a Richter Gedeon gyógyszergyár megteremtett, már én azt gondolom, hogy tradíciónak is mondható, országosan ez a 99. olyan állomása, amelyen közösen részt tudunk venni az egészség megőrzésünk érdekében. Tulajdonképpen szeretném megköszönni a Richter Gedeon gyógyszergyárnak, hogy lehetővé teszi számunkra az eseményt, és az általuk nyújtott támogatás nem csak anyagi, hanem morális értelemben is értékes, hiszen azt üzeni, hogy törődnek a közösség egészségével. Az adományokat, amelyet most összegyűjtünk, kórházunk technológiai infrastruktúrájának továbbfejlesztésére kell fordítani, mint említettem, célzottan a szülészet nőgyógyászati osztály útran készülékét szeretnénk ebből fedezni. Az Egészségváros program azon túl, hogy a lakosság számára ingyenes prevenciós szűréseket és előadásokat biztosít, minden alkalommal támogat egy egészségügyi intézményt is. Most a Balcsi Zsilinszky Kórházat választották Kőbányán, melynek 3,5 millió forintos adományt adott a Richter. Ezt az összeget az önkormányzat megduplázta. Ezen felül a résztvevők is növelni tudták az adomány összegét, hiszen minden állomáson való részvételért 500 forinttal gyarapodott az adomány összege. A Richter Egészségváros programot 14 évvel ezelőtt indítottuk útjára. Ez itt Kőbányán a 99. egészségváros rendezvény. A program a Richter társadalmi szerepvállalásának egy meghatározó eleme. Nagyon sokat teszünk azért, hogy a prevenciós gondolkodást népszerűsítsük a lakosság körébe, illetve azért, hogy minél több szűrésre adjunk lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy egy felelősen gondolkodó gyógyszercégnek fontos az, hogy a megelőzésre hangsúlyt fektessen, és azt látjuk, hogy ez a program ennek a célnak tökéletesen eleget tesz. A Richter Egészségváros program minden helyen, ahol megrendezésre kerül, az adott helyi kórházzal vagy szakrendelőintézettel együttműködésbe kerül megrendezésre, hiszen nagyon fontos az, hogy azok a páciensek, akik esetében itt a szűrésen nem megfelelő értékeket találunk, azok utána valamilyen megfelelő terápiát kapjanak, amihez nyilván kell egy támogató partner, ami értelemszerűen az adott szakrendelőintézet vagy kórház. Mennyire népszerűek ezek a programok? Nagyon népszerűek. Egy-egy rendezvényen akár 4-5 ezer ember is megfordul vidéken, tehát egyértelműen azt látjuk, hogy hiánypótló rendezvény, amit hiába visszünk ilyen régóta, a népszerűsége nem hogy csökken, hanem egyre nő. Mennyire jellemző az, hogy egy ilyen prevenciós napon, egy szűrővizsgálaton nagy probléma kiderül? Hát sajnos abszolút jellemző, majdnem minden rendezvényen találunk olyan résztvevőt, akit a mentő innen viszel, mert olyan magas koleszterint vagy vérnyomást mérünk neki. Sajnos majdnem mindenhol szűrünk ki prosztatadaganatot is, tehát hogy egyértelműen szükség van erre, hiszen a statisztikákat sajnos ez a rendezvénysorozat csak alátámasztja, ami mindarról szól, hogy a magyar lakosságnak az egészségügyi állapota az nagyon rossz állapotban van. A Balcsi Zsilinszky Kórház főigazgatója, dr. Óvári Csaba is nagyon fontosnak tartja a prevenció népszerűsítését, és örül a felajánlásnak. Minden évben, szeptemberben szoktunk rendezni nem egészségvárost, de egy egészségnapot, amit általában a 10. kerületi szakrendelő szervez, és a szakrendelő keretein belül nyújtható szolgáltatásokkal próbáljuk meg bevonzani a kerületben élőket, hasonló koncepcióban, mint a Richter Egészségváros. Azért ez a rendezvény ez ennél sokkal több. Tehát nyilván itt meghívott vendégek vannak, van egy játékos keret ennek az egésznek, ami rengeteg embert önmagában ide vonz, és valójában a Richter
Péternek azért zseniális ez a kezdeményezése, mert úgy gyűjt pénzt és úgy segít a kórházunknak, hogy közben minden egyes résztvevő az valamilyen egészségnyereséget tehet zsebre. Minden egyes program, ami részt vesznek, vagy minden egyes séta, minden egyes előadás, amit meghallgatnak, az egyrészt az ő tájékozottságukat növeli a saját egészségükkel kapcsolatban, vagy a teendőkkel kapcsolatban, másrészt pedig a kórháznak ezt az adományát gyarapítja, amiből reményeink szerint majd a szülészet-nőgyógyászati osztálynak egy ultrahangkészüléket tudunk vásárolni. Mi a tapasztalatom? Kőbányai lakosoknak milyen az egészségügyi állapota? Ez egy nehéz kérdés, akkor tudnék erre válaszolni, hogyha ezt exakt módon felmérnénk. Alapvetően, és ez nem Kőbányára, hanem a fővárosra és az országra is jellemző, hogy mondjuk nyugat-európai összehasonlításban nem jó Magyarországon az embereknek mondjuk korcsoportosan összehasonlítva az egészségügyi állapota. Nyilvánvaló, hogy a megelőzésben rengeteg tennivalónk van. Ha már említettem azt, hogy ezeket az egészségnapokat mi magunk is szervezzük, és most ugye a Richter segítségével egy igazán grandiózus és nagyszabású eseményen tudunk részt venni, ezeknek a rendezvényeknek pont az a lényege, hogy egyszerűen megszeretteti az emberekkel, vagy megmutatja az embereknek, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel és az egészséggel való törődés az tulajdonképpen sokkal egyszerűbb, ahogy azt gondoljuk, mint amennyire tartunk tőle. Én azt gondolom, hogy az egész rendezvénynek ez az egyik legfontosabb üzenete. Hány résztvevőre lenne szükség, hogy a kitűzött cél, az ultrahangkészülék az meg legyen? Nem számoltam ki bizonyos matematikával, persze ezt könnyen meg lehetne mondani. Nem is a résztvevő szám a legfontosabb, mert ugye egy résztvevő akár 10 programon is részt vehet, és akkor az megbelép, akkor az már önmagában 6000 forintot ad hozzá ehhez a díjhoz, vagy adományhoz. Én azt gondolom, hogy össze fog jönni az összeg, az a körülbelül 14-15 millió forintos összeg a végén, amire nekünk szükségünk van. Látva ezt az érdeklődést, meg látva már a megnyitó előtt, hogy hányan vannak a programokon, nekem az az érzésem, hogy ez a nap, ez minden szempontból sikeres lesz. Az egészségváros eseményen a sokakat érintő tanácsadások nagyon népszerűek voltak. Egyik ilyen népszerű állomás a mellönvizsgálat tanácsadás sátor volt, amely a női daganatos betegségek megelőzését és időben való felismerését hivatott elősegíteni. Akik eljönnek hozzánk, azok a mellel kapcsolatos információkkal találkozhatnak, van egy kérdőívünk, amelyet, hogyha kitöltenek, akkor utána tudunk velük beszélgetni a különféle egyéb felmerülő kérdésekről. Megtanítjuk az önvizsgálatot, hogy kell elvégezni, felhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Ez már nem igaz abszolút, hogy a mellák az idősek betegsége, rettentő sok fiatal hölgy is megbetegszik, nagyon sokan a terhesség alatt veszik észre, hogy valami nincsen be velük, ezért nem lehet már azt mondani, hogy ez csak a kitoldott korosztálynak a problémája, ezért nagyon fontos a prevenció, fontos, hogy beszéljünk róla, és mi is ezért vagyunk itt. Az egészségnyújtó sátornál is hosszú sor várta, hogy megfelelő szakember segítségével elsajátíthassa az életmentés alapjait. Ezen az állomáson a résztvevők az újraélesztéssel találkozhatnak, megpróbáljuk nekik átadni gyorsan és hitelesen, hogy hogyan kell újraéleszteni, hogyan történik az előtte a vizsgálat, illetve maga az újraélesztés milyen elemekből áll. Nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk, mert ha nem csináljuk jól a három alapelemet, akkor igazából csak a lelkiismeretünket nyugtatgatjuk, de nem sokat érünk el. Tehát egyrészt fontos, hogy jól csináljuk, amit általában ártani tudunk vele, hogy eltörik a bordákat, de hát ugye mentős mondás, hogy inkább törött bordával a kórházban, mint törött borda nélkül a halottas házban. Szóval mindig, ahogy szokták mondani, jóval nagyobb a pozitív hozadéka, mint amennyit ártani tudunk vele. A Richter Gedeon NRT Kőbányán rendezett egészségváros programján nagyon sokan részt vettek. Így az esemény végén a szervezők átadták a Bajcsi Zsilinszky Kórháznak azt az összeget, amely a Richter 3,5 millió forintos alapadományán és az önkormányzat ugyanakkor a hozzájárulásán túl a résztvevők aktivitásának köszönhetően még a Richter 10 millió 125 ezer forintos adományával gyarapodott. Kőbánya és a kőrösi összetartozó fogalmak és a város életének megannyi mozzanatát meghatározza a Kőrösi Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének személye. A kőbányai önkormányzat képviselő testülete legutóbbi ülésén döntött arról, hogy újabb periódusra meghosszabbítja Györfi László megbízatását. Előbb elkalauzoljuk önöket a testületi ülésre, majd közreadjuk a kinevezés után készült stúdióbeszélgetést. A következő napirendünk a Kőrösi Nonprofit Kft. Ügyvezetője kinevezése tárgyú.
kérdezem ügyvezető urat, hogy tárgyalhatjuk-e a kinevezés kérdését nyilvános ülésen, vagy? Igen. Igen, köszönöm szépen. Kérdése, hozzászólása. Úgy tűnik Ács Andra. Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném megkérdezni ügyvezető igazgató úrtól, ha lehet ilyen kérdést feltenni neki, hogy együtt tudott-e működni a hivatallal és a hivatal munkatársaival az elmúlt időszakban? Jó volt-e ez az együttműködés, vagy esetleg lát-e benne bármilyen hiányosságot, mi az, amiben jobban tudnánk segíteni az ön munkáját? Illetve nem csak a hivatallal tudott-e együttműködni, hanem az önkormányzati képviselőkkel? Ez lenne a két kérdésem. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, hát először is köszönöm, hogy itt lehetek. 1992 óta talán most hetedszer ülök ilyen szituációban a testület előtt, és ezt soha nem lehet megszokni. Az emberben van mindig egy kis izgatottság, meghatottság is. Egyrészt egy picit az embernek a munkáját is valamilyen formában azért ilyenkor értékeli a képviselőtestület. A konkrét kérdésre a válasz az, hogy példamutató ez az együttműködés. Tehát számomra mind a hivatallal, mind a képviselőkkel ez az együttműködés hibátlan volt minden esetben. Ez abból is adódott, hogy ez mindig a szakmaiságra alapozódott, mindig lehetett egyeztetni. Én is próbáltam mindig keresni a képviselőkkel is a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy ezek az együttműködések mindig rendben voltak. Amióta a non-profit Kft.-ként üzemelünk, értelemszerűen a hivatallal más a kapcsolatunk kevesebb, tehát nem annyira szorosít, amikor a költségvetésünk elfogadásáig vannak mindig a nagy egyeztetések, utána, mint gazdasági társaság, azt gondolom, hogy mi önállóan működünk, amikor meg segítségre szorulunk, akkor pedig együttműködünk a mindenkivel. Nekem nem volt soha semmiféle gondom ebben a dologban. Amíg voltak, akkor esetleg azokat megbeszéltük. Tehát ami a munkánkat bármilyen formában hátráltatta volna, ilyen ebben az elmúlt, hát nagyon hosszú időben nem volt. A Körösi Kulturális Központ felügyelőbizottságának elnökeként talán egy hangyányival nagyobb rálátásom van a körösi tevékenységére, az ott elvégzett munkára és igazgató úrnak a munkájára is. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy természetesen lelkesen fogom támogatni az ő megválasztását. Köszönöm szépen. Közel 40 éve ismerjük azt a munkát, amit Laci végez. Korábban nem a Körösi Kulturális Központ, hanem a Köszi vezetőjeként, aztán egyre gyarapodott a feladatkör, és már egy egészen szép portfólió formálódott. A helytörténeti gyűjtemény nem is említetted, mint ennek az intézmény együttesnek, rendszernek az egyik ékkövét. És azt gondolom, hogy aki ezt a 40 évet végig tekinti, az csak úgy tud nyilatkozni erről, hogy az elkötelezettség, mondhatni szenvedélyes szeretete a munkának, a kerületnek, az mindvégig tükröződött. Úgyhogy nem véletlen, hogy ismét arra született javaslat, hogy a következő időszakban is igazgató úr folytathassa a vezetői munkáját. Úgyhogy köszönjük az eddigieket, és majd mindjárt meglátjuk a szavazás eredményét. Bízom benne, hogy majd gratuláltok a folytatáshoz, hogy döntéshozatal következik. Igen, biztosra mentem, azt is mondhatnánk, de soha nem lehet biztosra menni egy ilyen kinevezésnél, ahogy Laci is fogalmazta. Együtt is ültünk hasonló szituációban képviselőtestület előtt, úgyhogy ismerem ennek a drukját, de nem kellett nagyon izgulni. Gratulálok, Laci, és további jó munkát kívánok.
Tisztelt nézők, az imént láthattak egy olyan részletet a Kőbányai Képviselőtestület üléséről, amely igen jelentős volt nagyon sok szempontból, és igen érdekes is, láthatták volna egyébként élőben is, hiszen egyrészt közvetítés is van róla, másrészt pedig nyilvánosak ezek az ülések, de azért mégis úgy gondoltuk, hogy felidézzük önöknek ezeket a perceket. Kedves Györfi László, ezek a percek milyen percek voltak a számodra? Nem először élem át ezeket a perceket. A testületi ülésen is mondtam, hogy ha jól számolom, 7. alkalommal vagyok így a bizottság előtt, amikor arról döntenek, hogy ki lesz a következő időszakban a Kőrösi, azt megelőzően a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidőközpontnak a vezetője, és ezért ezek mindig izgalommal töltenek el, és ezt nem lehet soha megszokni, úgyhogy most is ez történt velem az elmúlt időszakban. Egy ilyen intézmény esetében ugye a folyamatosság az olyan érték, ami gondolom, hogy nap mint nap megjelenik, hiszen azok a kapcsolatok, azok a jó értelemben vett rutinok, amelyek a tapasztalatból, meg a tudásból következnek, azok azonnal hasznosulnak. Milyen időszakát éli most a Kőrösi? Valóban nagyon sokat számít, hogyha egy intézményben van egy folyamatosság, és esetleg több évig, vagy jelen esetben ugye már évtizedig ugye ugyanaz a vezető, és ez ad egy biztonságot, a kapcsolatrendszer az nagyon sokat számít, a rutin nagyon sokat számít, de nem szabad erre támaszkodni. Tehát mindig nagyon fontos, hogy legyenek, odafigyeljünk dolgokra, a fejlesztésekre, az újszerű dolgokra, a környezetre, a változásokra, ezekre hogyan tudunk reagálni, tehát csak rutinból nem lehet intézményt vezetni. A Kőrösi most milyen időszakot ér? Ja, úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy nagyon sok dolgot csinálunk, úgy gondolom, hogy népszerű az intézmény. Ami itt nagyon fontos, hogy az elkövetkező időszakban még hangsúlyosabban jelenjen meg a minőség. És erre fektetjük a hangsúlyt, és ez mindenre vonatkozik a programokat illetően is, a külső környezetünket illetően is, az épületet, tehát minden szempontból azt szeretném, hogy ez kapjon hangsúlyt az elkövetkezendő időszakban, és ennek megfelelően próbálom majd szervezni is a dolgokat, mind a humán erőforrás területén, az előbb említett infrastruktúrális fejlesztéseket is ideértem, ami ebbe az irányba kell, hogy hasson. Az a tény ugye, hogy a Kőrösi egy non-profit KFT formájában működik, az szabadságot jelent, vagy korlátozást is jelent? Mindenféleképpen szabadságot jelent, de mindig tisztázni kell, hogy mi az, hogy non-profit. Ugye mi egy gazdasági társaság vagyunk, tehát ugyanúgy működünk, mint minden gazdasági társaság. A non-profit kifejezés csak annyit jelent, hogy amit mi profitra, ami arra törekszünk, hogy profitunk legyen, hiszen ebből a profitból tudunk az alaptevékenységre visszafordítani, tehát itt az a lényege ennek a non-profit dolognak, hogy nem lehet ezt kivenni és szétosztani ezt a pénzt, hanem ezt ugye visszaforgatjuk az alaptevékenységre. Tehát a gazdálkodás szempontjából ez nagyobb szabadságot jelent, nagyobb felelősséget is, de mindenféleképpen ez egy korszerű működtetési formája ma a közművelődési intézményeknek. Kihasználva azt a lehetőséget, ritka lehetőséget, hogy itt valóban évtizedekről beszélünk, végigkísérted ennek az intézmény rendszernek a formálódását és a tevékenységét is, hogyha kicsit leegyszerűsítve, de az eredeti induló évtized, meg a mostani utóbbi néhány évnek a igény szintjét, a közönség reagálását, az aktivitását összehasonlítod, akkor mire jutsz?
Hát óriási változás volt. Ugye mi akkor, amikor elkezdtük a Kőbányai Szabadidő Központot, ugye ez a rendszerváltás időszaka volt, akkor igazából mindenki kereste azt, hogy milyen szerepe van a közlekedési intézményeknek. Ugye voltak a népművelők, ugye, akik megvoltak a feladatok, mit kell csinálni, viszonylag biztos forrással rendelkeztek, szervezték a programokat. Majd a piacgazdaságra tért át ugye az egész ország minden szempontból, ugye kapitalizmust építettünk, és ebben milyen szerepe van a kultúrának. És a kultúra is kikerült a piacra. Tehát teljesen megváltozott a dolog. Tehát ez is egy termék lett, egy szolgáltatás. És nem tudtuk, hogy ez hogyan kell eladni. És ebben voltak nagy változások. Aztán én magam is ugye ebbe az irányba képezte magam, mint ugye kulturális menedzser. Próbáltuk ellesni azokat a technikákat, amit a nagyvállalatok is marketing, reklám-PR tevékenységet folytatnak. Hogyan lehet ezt átültetni a kulturális területen? Aztán rájön az ember arra, hogy itt azért másképp működik, tehát egy jó terméket viszonylag könnyebb eladni, hogyha ezt be tudom bizonyítani valóban, hogy jó, egy mosópor, vagy bármilyenre gondolok. Kulturális értéknél ez pont fordítva van. Az értékesebb kulturális értékeket nehezebb eladni, és a commerce dolgokat pedig könnyebb. Ugye ez lehetett látni a jegyeladásokból is, hogy a könnyedebb műfajt, a szórakoztató dolgokat sokkal, sokkal könnyebb értékesíteni, de hogyha szeretnék egy színházi vagy operát, akkor az ugye sokkal nehezebben fog menni. Ugyanakkor nekünk feladatunk, és ennyiben vagyunk más közlekedési intézmények, mint egy rendezvényszervező, hogy nekünk azért van feladatunk az ilyen értékek közvetítésében is. Nem beszélve arról, hogy milyen szerepet tölt be a civil társadalomnak a működtetésében mondjuk egy kulturális intézmény. Tehát, hogy rengeteg változás ért minket, ehhez én azt gondolom, hogy tudatosan, de ugye tudtunk alkalmazkodni. Figyelembe vettük ugye az igényeket, de vannak olyan területek, ahol tartani kell magunkat, hogy igenis ezeket az értékeket megőrizzük és közvetítjük. Ebben volt kiemelkedő és ma is meghatározó a hagyományőrzés és a néptánc, hiszen azért a Tébláb Művészeti Iskolának a Köszia telephelye, a Válaszú Tánc Együttes még mindig itt próbál, a nemzetközi néptáncfesztiválokat ugye megtartjuk, tehát ezt a vonalat nem engedtük el, ez az első perctől kezdve fontos, és ezeket mi fontosnak tartjuk, de a tanfolyami rendszerünk az például kifejezetten az igényeknek megfelelő, tehát mi az, amire az embereknek igénye van, és azt kiszolgáljuk, mert ugye ebből meg pénzt tudunk hozni, tehát vannak olyan területek, amiket tényleg profitorientált, igényeket elégítünk, és vannak azok a területek, amiket azt gondoljuk, hogy a gyerekek színházi kultúrája, amilyen fontos szerepet tudunk bekutatni, ott betölteni, ott milyen értékeket fogunk képviselni, és ebből nem szabad engedni. De óriási változás volt a 90-es évektől a napjainkig. Ugye a Körösi esetében te is gyakran szoktad fölhívni a figyelmet arra, hogy itt egy intézményrendszerről van szó, amelynek több eleme van. Ezek az intézmények, amelyek ide tartoznak, egymással tudnak-e úgy együttműködni, hogy erősítik adott esetben egymás hatását? Igen. Tehát a két nagy intézmény működött 2011 előtt ugye Kőbányán, az egyik volt a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidőközpont, a másik a Pataki Művelődési Központ. A Köszi, a Gyermek és Ifjúsági Szabadidőközponthoz ugye tartozott egy épület, ami az Előd utcában volt, egy tanúszoda, Balatonlelle, Balatonalmádi, Arló.
azt megelőzően még egy napközis tábor, ami a Maglódi úton volt. Tehát, hogy elég sok telephelye volt a Pataki, meg volt a művelődési központ. És a Halom utcában volt egy kis helytörténeti gyűjtemény. És ugye az összevonásnak pont az volt a lényege, hogy ezek hogyan tudják egymást erősíteni, és az összevonás, és létrehozva a Kőrösi Kulturális Központot, ez egy nagyon, nagyon jó döntés volt. Én már azt megelőzően is támogattam ezt, mert ezek egymást igenis tudják erősíteni, és pont ebből a komplexitásból adódó előnyöket kell kihasználni, és ezért van az, hogy akik dolgoznak a Kőrösiben, az nem az van, hogy te csak egy helyen vagy. Minden területet ismerni kell, főleg akik ugye a programokat szervezik, és bárki bárhova beosztható egy-egy programnak a lebonyolításában. Tehát én ezt maximálisan kihasználom, és sokkal hatékonyabban is lehet dolgozni, üzemeltetni mindenféleképpen, mert így szerintem mi sokkal eredményesebbek vagyunk, mióta összevontunk ezt a két intézményt, mint azt megelőzően. Ugye, hogyha az esemény naptárt nézzük, akkor az önkormányzat által jegyzett jeles kerületi napok, különböző rendezvények végül is az egész éven áthúzódnak. Azon kívül ott vannak az előadások, ott vannak azok a speciális programok, amelyeket adott esetben a kerületből igényelnek, és a Kőrösi ad otthont nekik. Vannak olyan rendezvények, amelyek megszólítanak gyerekeket, szóval tulajdonképpen tényleg, ahogy nézi az ember, akkor nagyon sokféle, olyan, mint egy zenekar végül is, tehát minden hangszert úgy kell kondicionálni, hogy egyszerre jól szóljanak, és a mű az élvezhető legyen. Mekkora feladat ez a szónak abban az értelemben, hogy mennyire kell előre tervezni? Nagyon. Tehát például a nagy rendezvények esetében, amit szervezünk, ott valamikor egy-két év. Hogyha azokat a nagy neveket, fellépőket szeretnénk idehozni, amiket lehet látni a Szent László napokon, Halmajális, vagy Szent István, vagy azt megelőzően ugye Blues Fesztiválon, akkor azokat ugye le kell kötnünk időben. De a tervezés az egy nagyon fontos dolog, amiatt is, mert ha ezt jó előre megtervezzük, a nagyobb eseményeket, a koncerteket, színházi előadásainkat, akkor és ehhez időben felépítjük a reklámot, akkor eredményesek vagyunk, és el tudjuk adni a jegyeket. Tehát a tervezés nagyon, nagyon fontos. A másik az, hogy mivel tényleg jó kapcsolatrendszert alakítottunk ki, viszonylag ugye jó helyen is helyezkedik el a közlekedés szempontjából a Kőrösi, ezért az egyik fontos területünk a bérbeadás, a terem bérbeadása. Nagyon népszerű a Kőrösi, és hát nagyon sokan keresnek már minket előre, évekre lekötve, legyen ez tényleg koncert, vagy szalagavatók, céges rendezvények, és ezeket akik már itt voltak, azok már, mikor befejeződik egy ilyen program, már a következő évekre is lekötik előszerződéssel, hogy ide jöhessenek. Tehát, hogy a tervezés ilyen szempontból nagyon fontos, és vannak olyan részek, amik már valóban kiállítás, az is az kevés olyan kiállító tér van Budapesten, mint nekünk a Takács István Galéria, és itt is évekre előre megvannak, hogy kik fognak kiállítani. Természetesen ennek ellenére vannak olyanok, amik váratlanul esnek be, vagy rövid idő van, vagy van egy jó ötlet, és ezt az ötletet valahogy szeretnénk megvalósítani, akkor arra is rögtön reagálunk. Ilyen lesz most ez talán, nem árulok el titkot, november
21-én a Cserháti Zsuzsa emlékest, hiszen 20 éve halt meg, az önkormányzat emléktáblát fog állítani Cserháti Zsuzsának, ahol ő lakott, itt ugye Kőbányán, és ehhez kapcsolódóan lesz egy emlékest. Ez például nagyon nem olyan régen jött ez az ötlet, és erre mi rugalmasan reagáltunk, és megint a kapcsolatrendszert felhasználva össze tudtunk hozni egy olyan programot, ami szerintem egy színvonalas előadás lesz. Tehát, hogy megvannak a hosszú távú tervek, de valamikor ugye ötleteket is rövid idő alatt meg tudunk azért valósítani. Azt annak idején több helyen is hangsúlyoztat, hogy az újhegyi közösségi ház az közösségi ház. És ugye a sétány megépítésével itt a lehetőségek is változtak, tehát egy új dimenzióba került az egész tevékenység végül is. Hogy sikerült? Ugye két új tehát két olyan területünk van, ami teljesen megújult. Az egyik a helytörténeti gyűjtemény, ami egy fantasztikus dolog, lehet, hogy arról érdemes külön is beszélni. A másik a újhegyi közösségi ház. Ugye itt ugye azért volt ez jelentős, mert megújult az egész újhegyi sétány. És ott az volt a cél, hogy ott közösségi terek alakuljanak ki. Ugye ezért volt a térköz pályázat, hogy az ember, akik ott laknak az Újhegyen, azok az emberek, meg közösségek vannak, azok tudjanak működni, akár szabadon, mert úgy van kialakítva a sétány, akár épületen belül, ennek része lett ugye az Újhegyi Közösségi Ház. Igazából ez részben tudott megvalósulni, de működik, tehát ez itt nincsenek olyan nagy programok, mint mondjuk a Körösi Kulturális Központban. Szervezünk ott is sok tanfolyamot, tehát ilyen szempontból megjelenik az újhegyi közösség. Civil szervezetek is vannak, de ott még szerintem lehet, hogy vannak lehetőségeink, de hogy ezt a közösségi házat, ez a lakótelep nagyon megérdemelte, az biztos, hiszen nem volt ilyen dolog, és ha lehet, hogy nem annyira tűnik fontosnak, de akár egy társasházi közgyűlésnek a megtartását sem tudták megoldani. Ez is egy közösség, egy lakóközösség. És méghozzá nem is lényegtelen. És nem is lényegtelen, és ugye például ennek ugye tud helyet adni a közösségi ház, de vannak olyan kezdeményezések szintén, amiket szívesen felkarolunk ott Újhegyen, tehát ez ilyen szempontból siker. Utaltál a helytörténeti múzeumra, hát az is egyértelműen siker, igaz-e? Igen, hát el szoktam mondani, hogy egy vezető életében kevésszer adatik meg, hogy fel tud valamit építeni, és magáénak mondhatja, és nekem ez kétszer is megadatott. Az egyik ilyen nekem, az egyik kedvencem a Kőkafé, ami 1999-ben ugye készült el. A másik pedig a helytörténeti gyűjtemény, ahol ugye kaptunk mi egy szép épületet a Füzér utca 32-be, na de azt meg kellett tölteni tartalommal, és az, hogy az hogy alakult ki, és milyen kalandos volt az egész dolog, rövid idő alatt nyomás is helyezkedett ránk, hogy ezt mi megkaptuk januárban, és az volt a feladatunk, hogy a Szent László napokra ez nyíljon meg, és ez megnyílt, és hát azt gondolom, hogy ez mindenki csodájára jár, és mivel ennek az ember részese lehettem, vagy talán egy kicsit irányítója, persze, hogy büszkeséggel tölt el, és az egyik kedvenc területem nekem ugye ez a helytörténeti gyűjtemény, nem beszélve arról, hogy milyen fontos szerepet tölt be Kőbányán az identitás nevelésben. Kevesen ismerik Kőbánya történetét igazából, hogyan tudjuk segíteni az itt lakókat abban, hogy magukénak érezzék ezt a városrészt. Talán erre jó ez az év is, amikor Kőbánya 150 éve Budapest része, ugye, hiszen 150 éves Budapest. Nem tévesztendő össze, hogy 150 éves Kőbánya, hiszen Kőbánya jóval régebbi, de hogy ezzel a rendezvénysorozaton keresztül is
tudtunk egy picit abban talán segíteni, hogy az emberek megismerjék Kőbányának a történetét. A képviselőtestület döntése, a szavazás azt jelenti, hogy a következő évekre továbbra is irányítod a Kőrösit. Van-e valami nagy terv? Hát ugye nem árulok el nagy titkot, ugye én életkoromból következően, hogy ez azért a utolsó vezetői ciklusom, és hát ugye jön egy, gondolom majd utána is egy generáció. Egyrészt én nagyon fontosnak tartom az, hogy egy jól működő intézményt tudjak én átadni, és ehhez megteremteni a feltételeket, és egyik legfontosabb dolognak tartom, hogy a Kőrösi központi épületének a felújítása elkezdődjön ebben az időszakban. Nagyon ráfér, és amikor a minőségről az elején beszéltem, akkor erre is gondoltam, hogy hiába van nagyon jó előadásunk, de hogyha nincsen meg ehhez az a infrastruktúra, akkor az mégse úgy fognak elmenni az emberek, hogy színvonalas előadáson voltunk, hanem megjegyzéseket fognak tenni, hogy hát azért jó volt az előadásna, de azért az a csatornaszeg engem az ott zavart, meg nem volt, nem tudom, tehát hogy nem olyan a mosdók, meg nem olyanak, mint hideg is volt talán, mert húzott be az ablakon a szél, mert nincsen szigetelve. Tehát, hogy vannak olyan problémák, hogy mégis ez az épület évente 100 000 fölött van a látogatók száma, és ez az intézmény kicsit talán Kőbányát is reprezentálja, tehát fontos lenne, hogy ez az intézmény megújuljon, és én ezt az elkövetkező időszakban egy kiemelt feladatomnak tartom, tehát hangsúlyozva az, hogy hogyan tudjuk a programjainkat még színvonalasabban végrehajtani. Köszönjük szépen, és gratulálunk! Köszönöm szépen! Az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Történelmünk meghatározó eseményéről, azon hősökről és áldozatokról, akik a magyar szabadságért folytatott harcban részt vettek, minden év október 23-án megemlékezünk. Kőbányán a Kőrösi Csoma sétányon elhelyezett kopjafáknál tartott ünnepséggel és koszorúzással emlékeztek a hősökre. Dékovács Robert Antal, Kőbánya polgármestere ünnepi beszédet mondott. A mi forradalmaink sajátossága, hogy az első évfordulókon nem tarthattunk népünnepét. 1849. március 15-én nem volt rá idő, 1957. október 23-án pedig nem lett volna tanácsos. És utána még hosszú évtizedekig nem volt az. Olyan folytonos, évszázados hagyomány, amely a forradalom győzelmének boldogságából és felszabadultságából születik, a függetlenségi harcainkat követő megtorlások okán nálunk nem alakulhatott ki. Október 23-a 1989-ben egy új korszak kezdetén volt először egy egész nép, egy egész nemzet ünnepe. Ott álltam én is a Kossuth téren, amikor egy pillanatra megállt az élet a déli harangszó után az országban. A parlament előtti téren 10 000-ek, a tévé és a rádió előtt milliók fogadták tapsolva, újongva, meghatottan ezt a két szót, Magyar Köztársaság. Mert ez a két szó a reményt hordozta. A szabadság és a függetlenség immár beteljesíthető ígéretét. Mindazt, amit a befolcásra várójuk szimbolizált az ászlóban 1956-ban. Mindazt, amelyért fegyvert fogtak a pesti srácok, és mindazt, amivel a szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősiessége világszerte máig tartó megbecsülést szerzett a magyar népnek. Kedves kőbányaiak! Egy pillanat erejéig, ha csak képzeletben is, tekerjük vissza az időkerekét 67 évvel. Mit láthattunk volna akkoriban? A Szent László téren fiatalok döntik le a szovjet emlékművet, az Alkán és az Éles Kanyarnál lövegek állnak, hogy fölvegyék a harcot a szovjet egységekkel.
kevesen, sokakkal szemben. Amit minden bizonnyal ők is tudtak, hogy mégis mi ösztönözhette őket. Minden forrás arról tanúskodik, hogy a forradalom alapélménye a nemzeti egység és a felszabadultság boldogsága volt. 1956. október 23-a mindent átható ünnep volt Magyarországon. Sztálin szobrának lerombolását örömújjongással és a szabadság népi himnuszával, a Kossuth nótával ünnepelte, fogadta a tömeg. A hegesztő pisztolyokat az elnyomás traumái, a kilátástalanság és a düh egyszerre hevítették. Amikor pedig a monstrum kibillent a csizmájából és a földre zuhant, milliók lelke lett könnyebb. Mert a nyilvánosan hangoztatott hazugságok, a sztahonovista munkaverseny eredményeivel való kábítás, a párbizottságok szorgos munkájáról szóló hazugságok közlése után eljött a pillanat, amikor hangosan és nyilvánosan kimondták az igazságot. A félelmet, hogy egyik napról a másikra eltűnt egy családtag, egy ismerős vagy szomszéd, hogy egy nép élt a csengőfrász létbizonytalanságában, mindezt a forradalom egy pillanat alatt söpörte el. És helyébe lépett mindannak az, és léptette helyébe mindannak az ígéretét, amit 1989-ben meg is tapasztalhattunk, a szabad választások, az önrendelkezés, a szabadság világát. Azt a világot, amely immár több generáció sajátja. Olyan generációké, amelynek tagjai az ekkori önkényuralomról, a forradalmat megélt szülőktől, nagyszülőktől, a legfiatalabbak pedig inkább csak történelmi könyvekből hallhatnak, olvashatnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tamási Áron magyar fohászában 1956. október 26-án Budapesten úgy fogalmaz. Az emberi és a nemzeti lét igaz voltára szomjazva élünk őrhelyünkön. De szomjúságunkban a hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes főzetekkel kábított minket. A hosszú sóvárgás után emberi és nemzeti létünkben tehettünk-e mást, mint amit tettünk, hogy magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. 1956. októberében a magyar nép felülemelkedett a rájellemző individualizmuson. Az egyetemista, az értelmiségi, a munkás és a paraszt épp úgy felismerte, hogy az élet méltóságának visszaszerzésére nem egyéni utak, hanem a közös cselekvés vezet. 1956 öröksége egy nemzet magára találása. Annak az elemi és tiszta örömnek az érzése, amikor bajtársként mindenki egyként emeli a fejét. Ottlik Géza úgy fogalmaz, aki nem volt ott, semmiféle költői képzelőerővel, forradalomért lüktető szívvel sem tudhatja felfogni, mi volt ez. Milyen az a boldogság, amivel az emberek akkor jártak Budapest utcáim. Nem bátor elszántság, nem hősies vakmerőség, hanem ez van a szemükben, boldog megkönnyebbülés. Mennek együtt vagy külön, mély boldog nyugalommal neki a tankoknak, a rájuk célzott ágyuknak, gépfegyvereknek. Semmi sem drágább nekik, mint a visszanyert emberi méltóságuk. Az 1956-os forradalmat természetesen kiki másként élte meg, sok szálon, sok külön történet játszódott a Pesti utcától a politikáig. Ám mindezek mégis együtt alkotják a forradalmat, ahogy Bibó István is mondta, sokféle szemüvegen lehet nézni, de ha az ember leteszi a szemüvegét, csak egyféleképpen. Egy nemzeti ünnepet nem lehet törvénnyel elrendelni. Akkor válik igazi ünneppé, ha a nemzet a szívébe fogadja, és az idők során a nemzet ön azonosságának része lesz. Ha jelen valóvá újra élhetővé tesszük a forradalom mindent elsöprő élményét, a felszabadultság boldogságát. Ha egy pillanatra, egy napra hátrahagyjuk a hétköznapi viták gondok sorát, és fejünket felemelve magunkra találunk. Egyénként, családként, közösségként, nemzetként. Kőbányaiként és városvezetőként büszke vagyok rá, hogy mi felismertük és tartjuk ezt az örökséget. Veszekedő örökösök helyett együtt ünnepeljük meg nemzeti ünnepeinket. Hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz,
és a Tamási Áron szavai szerint magunk által főzött enyhítő és éltető italt, a felszabadultság boldogságát gyermekeinkkel és unokáinkkal is megismertetjük. Hogy ők is érezzék az ízét, amikor október 23-án a koszorúinkat elhelyezzük. A jeles alkalmon a Tájoló Színházi Nevelési Társulat tagja versmondással tisztelgett a hősök előtt. 1956. október 31-e, reggel 4 óra. Koránkelő vagyok, de levelezni még én sem szoktam hajnalban. Ma mégis úgy érzem, ezen a napon maradhat minden. Első ez a levél, aminek gondolatai agyon nyomnának, ha nem küldeném el őket neked. Akkor ott a kávéházban azt mondtam neked, hogy nincs fiatalságunk. S ami van, mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Az ünnepi beszéd elhangzása és a versek előadása után az esemény résztvevői sorban elhelyezték koszorúikat, virágaikat és mécseseiket a kópjafáknál, és főhajtással mindenki lerótta tiszteletét.